Kedves nézők, ebben az esztendőben Füle Lajos egy vers részletével szeretnék mindenkinek áldott karácsonyt kívánni. Szívem istálójába, amely szállást csak barmoknak adott, térjél be hát. Számodra van hely, találsz egy csendes jászlatot. Ha nem lehet méltó te hozzád, kinek egek örvendenek, lásd, ez vagyok. Térjél be hozzám, s hozd el szívembe fényedet. A költő nagyszerűen rávilágít arra, hogy mindnyájan rászorulunk így karácsonykor a bűnbánatra, a megtérésre, hiszen mindnyájan hordozzuk az élet terheit, és bizony ilyenkor hajlamos az ember, hogy bizonyos bűnöket elkövet, vagy éppenséggel a szeretetnek a hiányait hagyja maga után. Kell, hogy mindnyájan karácsonyra készülve megtisztítsuk a lelkünket, és most karácsonykor pedig örvendeni szeretnénk ennek az örömteli állapotnak, lelkünk tiszta, és az Isten fia, aki eljött közénk, szívünkbe költözhet. Milyen szép lenne, ha a családok minden tagja megtartaná ezt a megtisztulást, imádságban, jó cselekedetekben, szeretetben, egymás felé fordulva tudnánk igazán örülni a szívünkben lakó Isten fiának, ezáltal egymás közötti szeretet kapcsolatunk erősödne, mélyülne. Biztosan sokan átéltük adventnek azokat a felemelő pillanatait, amikor éreztük, hogy Isten mindnyájunkat megszólított, mindnyájunkat hív. Most az ünnepen ez a meghívás beteljesülhet, és kívánom, hogy mindnyájan átéljük annak sokkal örömtelibb valóságát, hogy az Isten közénk jött, köztünk lakik, és elkísér bennünket majd a hétköznapokba is. Kívánok minden családnak békét, szeretetet, örömöt, hűséget. Ebben a világban nincsen többre, nagyobbra szükség, hiszen látjuk, éppen ezek hiányoznak legtöbb ember, legtöbb család életéből. Az Isten fia mindezt megadja nekünk, ha szívünket kitárjuk és befogadjuk. Kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepet és boldog új esztendőt!